Nem megszokott programmal készültek a Pöttyös óvoda csemetéinek az elkövetkező hetekre. A gyerekek játékkal a 23 éves lóval barátkozhatnak össze, aki mindenki szívébe pillanatok alatt belopja magát. Nagyon jó volt, mivel már sokszor ültem lovon, de ez a paci nagyon jó volt, mivel hát cuki is, meg ilyenféle paci még nem ültem. A műfaj megszerettetéséhez kölcsönös bizalomnak kell kialakulnia mind a gyerekek, mind a lovagolt állat között. Az első lovaglás szelíd, nyugodt lovon kell megtenni. Egy nyugodt lovat hoz nekik, akkor fogják élvezni. Az a ló, amelyik ideges, feszült, kicsit kapkodja magát, fejét, vele nem olyan nagy élmény, különös egy ilyen pici gyereknek. Most is volt olyan gyerek, aki felült és két lépés után mondta, hogy én nagyon félek, le szeretnék szállni. Az óvilovi programmal a szövetség célja kettős. A vidám szabadidő eltöltése mellett egy biztos utánpótlásbázis szeretnének kiépíteni. Gyerekeknek kitűnő szórakozás, és esetleg az utánpótlás nevelése érdekében egy-két olyan lépés, amely valóban elősegíteni azt, hogy közelebb kerüljön a gyerek a lóhoz, megszeresse. Sajnos elidegenedtek a gyerekek a lovaktól, mert nagyon kevés van belőle. A gyerekek a Pöttyös tagintézményben még 3 hétig gyakorolhatnak játékon. Az óvilovi projekt az elkövetkező időszakban több szolnoki óvodában folytatódik.